harmadik generációjához érkezett a Samsung Galaxy A széria, és ha felmutatom ezt a telefont, már is látszik, hogy a tavalyi csúcskészüléket, az S7-et idézi meg a formavilág. Ám nem csak a küllem, az elképesztően kényelmesre vett ívek, hanem az IP68-as por- és vízálló védelem is, amit az egész sorozat megkapott, beleértve a legkisebb tagot, amit a kezemben tartok, az A3 2017-et. Egy másik fontos változás is történt tavalyhoz képest, 4 magos helyett 8 magos rendszercsip található ebben az eszközben, 2 GB RAM-mal, noha a 16 GB-os belső tároló az kissé szűkös manapság a felső közép kategóriában. Az előlapra 8, a hátlapra 13 megapixeles kamera került, a készülékházban elrejtve és nem cserélhetően 2350 mAh akkumulátor található. A sorozat az S7-et idézi meg abból a szempontból is, hogy Android Marshmallow-n ragadt egyelőre a rendszerfelület, pedig 2017-ben azért már nem a 2015-ös Androidot kellene futtatnia, viszont a friss Grace UX TouchWiz-et leváltó felület fut rajta. Az A3 megörökölte az S7-től a mindig aktív kijelzőt is, úgyhogy kikapcsol képernyőnél és megjelenik az óra, az elmulasztott értesítések, vagy adott esetben a zenelejátszónak, esetleg a naptárnak a widgetje. Az új lenyomatolvasó villámgyors továbbra is, és immáron a home gomb lenyomása nélkül egész egyszerűen csak megérintve is fel lehet oldani a képernyőzárat, ez végre a Galaxy készülékeknek is a sajátja. Úgy szintén átkerült a biztonsági mappára hallgató alternatív felhasználói környezet, az ide helyezett fájlok titkosításra kerülnek, és csak jelszóval és vagy új lenyomattal lehet ezeket elérni, és úgy szintén az itt megnyitott alkalmazások, innen bejelentkezve alternatív fiókokkal, vagy az itt készített fényképek szintén elzárva maradnak a nyitott tértől. A sebességrendszer szinten elmegy, dadogások, megakadások csak itt-ott fordulnak elő, egész gyors az alkalmazáskezelés, ellenben a komolyabb 3D-s játékok már éreztetik, hogy a hardware necces a felső közép kategóriában. Átkerült az S7-ből a Game Tools is, amellyel játék közben könnyedén tudunk képernyőképet vagy képernyővideót menteni, illetve ki tudjuk kapcsolni az érint és érzékeny vissza- és alkalmazásváltó gombokat. A mono hangszóró meglepő módon jobb oldalt felülre került, így viszont nehezebb eltakarni, és egész jól szól egy ilyen parányi eszközhöz képest. Sajnos az A3 nem kapta meg idén sem az A5 és az A7 fejlettebb 16 megapixeles kameráját, 13 megapixeles modul jár, lomha autofókusszal, néhány móddal, beleértve a kézi módot, bár itt záridőállítás nincs. A nappali képminőség inkább átlagos, mint kiemelkedő, de azért alapvetően rendben van, inkább este érezni a komolyabb minőségi hiányt. A 1080p-s videófelvételek viszont részletgazdagok és a hang is jó minőség. Kétségtelenül előrelépett a Galaxy A3 2017 az idei évre, sokkal jobb a processzoros teljesítmény, átkerült az esetben egy csomó hasznos megoldás, beleértve a mindig aktív kijelzőt, vagy a Game Tools-t és Game Launcher-t, és mindezekkel együtt ugyanazt lehet elmondani, mint tavaly, hogy igazából igazán komolyan ez az eszköz nem hibázik. Sajnos mégsem tudom azt mondani, hogy megérkezett a Galaxy Alpha igazi folytatása ahhoz, kártyafüggetlenül 100 000 forintért GSM boltba, szürkeiporba, 70-80 000 forintért nem elég erős a hardware, nem elég jó a kamera, és hiába a fantasztikus összeszerelés vagy a vízálló védelem, a konkurencia teljesítményben legalábbis többet nyújt. Amiben az A-széria többet nyújt a konkurenciánál, az tényleg a makulátlan összeszerelés és az immáron a marketing stratégia középpontjába került, IP68-as védelem, mindezzel együtt én egy tetszett plecsint tudok adni ennek az egyébként remek kis eszköznek.
tetszett ez a videónk, iratkozzatok föl YouTube csatornánkra, és olvassatok bennünket a mobilarena.hu oldalon. Sziasztok!